A Pécsi Közgazdaságtudományi Kar több oktatója és kutatója is részt vett előadásával az idei Magyar Operációkutatás konferencián. A rangos eseményen szakmai elismeréseket is átadtak. A Krekó Béla díjat idén Mellár Tamás professzor vehette át. Én közgazdász vagyok, és alapvetően makroközgazdasági problémákkal és kérdésekkel foglalkozom, és a korábbi időszakban igen intenzíven foglalkoztam matematikai modellezésekkel, makromodellezésekkel és ökonometriai modellekkel is, és hát emellett természetesen van egy verbálisabb része is a kutató munkámnak, ez pedig a gazdaságpolitika, az akár az aktuális gazdaságpolitikai kérdések köre. Az a kérdés izgat engem, és nagyon sok más kutatóval egyetemben természetesen, hogy ez a nagy gazdasági válság, ami 2008-ban beköszöntött, hogy utána tulajdonképpen ez mennyire változtatta meg ez a válság a gazdaságok működését. Ugye nagyon sokan azt gondolták és azt várták, hogy a válság utáni időszakban egy pár éven belül a gazdaságok visszatérnek arra a régi növekedési pályára, amelyen a válság előtti időszakban voltak. Azonban nem ez történt meg, tehát most már eltelt 8-9 esztendő a válság után, és azt látjuk, hogy egészen más növekedési pályákra álltak rá a gazdaságok, és egyáltalán nem ugyanazon a módon működnek, mint korábban. Ezt ilyen csúnya idegen szóval úgy hívják a közgazdászok, hogy ez a hiszterízis elmélet, amit a fizikából vettek át, ugye, hogy bizonyos hatásoknak, amelyek érik egy rendszert, ezeknek hosszan megmaradó következményei vannak, és ezt lehet látni a gazdaságban is, hogy egy ilyen durva, erőteljes nagy válság, amelyik nagy munkanélküliséget okozott, és jelentős keresletvisszaesést okozott, és ugye a hitelpiacokon is egy teljes felfordulást. Ennek olyan maradandó következményei vannak, amelyekre a gazdaság még nem tudott napirendre térni, amelyből még nem tudott felócsúdni, hogy föl fog-e vagy nem, vagy hogy más típusú működési módok lesznek, vagy más növekedési pálya lesz, ugye ez most egy izgalmas kérdés a jövőre nézve. Van egy olyan tárgyam, ez egyébként egy jutalomtárgy, és ez a közgazdaság tan című tárgy, amit a mesterkurzuson tartok, amelyiknek, hogyha röviden össze akarom foglalni, akkor az a lényege, hogy azt próbálom a diákoknak elmesélni, hogy az, amit a korábbiakban tanultak, alapfokú képzés keretében mikro- és makroökonomiából, azoknak milyen problémái vannak. Arra szeretném őket rádöbbenteni, hogy az eddig megszerzett ismereteikben is nem baj, hogyha próbálnak kételkedni, mert hiszen ez a kételkedés az, amelyik előre viheti az emberi gondolkodást, és hát most ráadásul egy olyan időszakban vagyunk, amikor nagyon úgy tűnik, hogy az egész közgazdasági gondolkodás egy paradigmaváltás előtt áll, hiszen a régi időszaknak az elméleti alapjai azok jelentős mértékben hibásnak bizonyultak, hiszen ezt a válságot nem tudták előrejelezni, hogy egy ilyen nagy válság lesz. Kettő, nem tudták megmondani, mit is kellene tenni ebbe a válságos időszakban, és nem tudják megmondani azt, hogy mennyi ideig fog tartani ez, hiszen még ma is tulajdonképpen tart ez a válság időszaka. És általában ilyen nagy válságok után mindig jelentős módosulás, jelentős változás történik a főirányú közgazdaságtanban. Na ez a kurzus, ez a közgazdaságtan kurzus, ez pontosan ezt célozza, hogy sorba veszi azt, hogy a régi hagyományos főirányú közgazdasági elméletben milyen problémák, milyen gondok vannak, és milyen új kiutak lesznek lehetségesek a következő időszakban ebből a válságos szituációból. Én igen erőteljesen részt veszek nem csak az itteni oktatásban, hanem hát például tagja vagyok a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, ahol hát nagyon fontos kérdésekről, egyetemi tanári kinevezésekről, szakindításokról, egyebekről döntünk, és képviselői vagyok a Magyar Tudományos Akadémia 9. osztályában is, tehát ott is részt veszek az ilyen típusú munkálatokban. És hát nagyon sok bírálati munkám van a különböző pályázatokban, a doktori bírálatok és elszosolókban. Van egyébként két doktoranduszom is, akinek témavezetője vagyok, és igyekszem a munkából kivenni a részemet, úgyhogy unatkozni nem unatkozom, és hát természetesen a saját kutatásaimat is folytatom. Ugye 2015-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál egy könyvem, és hát most tervezem, hogy a következő egy-két esztendőben egy másik könyvet is szeretnék letenni az asztalra.
Nyilvánvalóan további ösztönzést ad, és hát erőt ad ahhoz, hogy tovább folytassam a munkámat, mert azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy már 60 fölött vagyok, de vannak még ötleteim, vannak még gondolataim, és hát a mai világban azt lehet látni, hogy egyre inkább kitolódik az időskor határa, és úgy érzem, hogy a kutatómunkát folytatnom kell is. Azt hiszem, hogy az az irány, amit megcéloztam, az talán nem rossz, hogyha ezt a valamilyen szinten a szakma is elismeri.